kerülhetél te is az elmentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Lépjébe, persze, ha visszaveszem a fülest, akkor már beléphet mindenki. Ez tényleg szépen csak egy ilyen dramatikus csend volt. Kihagytunk, igen. De azt érezted, hogy hírek jön, leteszed, jön az Ákos, Zsül, kever, kimegyünk, iszunk egy kávét. Nem gondoltam, hogy privizek a Gáborról, és megdicsérem a haját. Hello, Gábor, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Sajnos csak ketten vagytok. Igen? Hát figyelj, pedig te hoztál koktélt meg mindent. Army G, csak így szólítalak, hogy Army G. Nagyon jó a friszkot, komolyan mondom. Köszönöm. Elvesztettél egy fogadás, vagy ez tudatos volt? Új fodrászom van. Igen? A régebbi az kiköltözött Ausztráliába, és oda már nem tudtam meglátogatni, vagy ott már nem tudtam meglátogatni. Imádom, ez és egy menő most keresem a lehetőségeket. Egyébként készülök a tavaszra, és ilyenkor rövidebbre vágatom a hajam, egy picit túl rövid lett. Tehát nem hisztam meg, hanem a hajam lett rövidebb. Mit csinál a fodrászod Ausztráliában? Vette nagy levegőt, és azt mondta, jó, itt nem megy, megpróbálom kint, hajat ott is kell vágni. Igen? Itt most nem merek többet mondani ennél, hogy az emberek miért mennek el az országból. A helyzet az, hogy igen, tehát vannak olyan szakmák, ahol jobb lehetőség van külföldön, óvatosan fogalmaztam. De most havi egy ausztrál túrát bevállalhatnál egy jó vágatásért. Hát is, azért az nagyon, ahhoz nagyon lojálisnak kell lenni. Hova mész, melyek fodrászod? És miért vagy itt Feri egyen meg? Hát kint van a fodrászom Ausztráliában. Afrikában, én megyek Ausztráliában. Tehát nem. Annyival, de annyira kíváncsi vagyok, hogy mit, ha nyilván ötször annyit keres. De hogy... Igen, ez az indok. Valószínűleg ez az indok, nem? Itt mondjuk keresni nem tudom mennyit, és sokkal többet, jobb levegőben. Egész más az életszínvonal, egész más a világ. Természetesen megértjük azt, ha valaki kötődik ehhez az országhoz, és becsüli az értékeket, de vannak olyan meghívások, lehetőségek, amiket nem utasít vissza az ember esetenként. Nem mondta, hogy gyere te is, Gábor, terjesszük ott együtt az igét. Engem hívtak már külföldre, Angliába például, Ausztráliában még nem, de Angliába hívtak egy pár napra, hétre, de úgy nem mentem, tehát engem ide. De mi egy hétre nem menték ki Angliába? Kim voltam Londonban, de igazából hosszabb távra nem mennék egyelőre. Sok minden ide köt azért. Hát igen, azért nehéz döntés, nem? Hogy mindent összepakolsz. Veszél egy nagy levegőt, összepakolod a családot, és azt mondod, hogy jó, akkor mostantól kezdve kint. És azért mindig megvan az, hogy bárkivel beszélek, de hogy azért ő kint mindig csak egy nem azt mondom, hogy menekültek, mert azért talán nem ez a jó szó, de hogy azért Londonban is éreztetik veled, hogy te külföldi vagy, Ausztráliában is érzed azt, hogy azért itt mindig csak egy kis bevándorlószerű valaki vagy, tehát soha nem lesznek olyan gyökereid. Nyilván ennek ellenére az ember megtalálhatja a boldogságát. Engem az zavar egy picit, anélkül, hogy politizálnék, mert ez nem biztos, hogy csak attól függ, hogy bármerre megyek, falakba ütközöm. Menjünk ki az ajtót, Gábor. Akár az segít egyébként, ha megpróbálsz az ajtón átmenni. Akár élelmiszeriparban, bárhova megyek, két órát kell állni, az emberek türelmetlenek, tehát egyszerűen más világ van. Kint voltam Londonban egy pár napig, még annó, egész más világ van, tehát nyilván szabadabb világ, de lehet, hogy csak virtuális. Keresztjön a kilincsen, nem érted, miért nyílik ki magától. Tehát minden más, de sokan mondják, akik külföldön voltak, aztán hazajöttek, hogy itt minden más. Hát aztán lehet, hogy csak a messzire való utazásnak az élménye van benne, nem? Lehet. Ettől függetlenül kötődöm a saját világomhoz itthon, a kis egészségvédelmi dolgokhoz, a családhoz, szülőkhöz. Tehát itt lettél nagy ember, Gábor. Ebben a műsorban. Ennyik, hát ki most hova mennél? Azt mondod, hogy én vagyok a... Hozzátok is kötődöm, igen. Na, hát így mondani. Mit hoztál? Janihoz is kötődöm, de most hiányzik. Mit hoztam? A transzsír kérdésről jó volna beszélnünk egy kicsit megint. Korábban már beszéltünk ezekről a kérdésekről, de újra elővesszük, mert élesedik a törvény. Hát nem éve mától, ugye most már teljesen... Igen. A türelmi időnek vége, és itt érdemes újra elővenni ezt a transzsír kérdést. Egyébként számomra megint felmerül egy újabb gondolat, hogy miért kell várni mondjuk 10-15-20 évet arra, hogy egy létező, tudott dolog bevonuljon a köztudatba, illetve, hogy lépjenek úgymond Európai Unió szinten is, állami szinten is. Ugye a transzsírok kérdéséről már az 1990-es évektől viszonylag jó hatékonysággal tudták szakemberek, hogy ez nem jó a szívnek, hogy ez részt vehet rákbetegségekben, ugye az Alzheimer-kór egyik kiváltója lehet, a triglicerid szintet növelheti, a koszorúsereket teheti tönkre. Na, ez miben van, mert transzsír ez így nehezen megfogadott. Ez hol találkozunk? Korábban a hidrogénezett növényi zsírokban találtak, egyetemen ugye oktatták, hogy bizony van transzsír a margarinokban, utána történt egy nagy változás néhány évvel ezelőtt Magyarországon is, és ugye innentől kezdve megszűnnek
a hidrogénezett technológiával készülő margarinok, legalábbis nagy részük. A külföldről származó margarinok egy részében még lehet, illetve az ipari zsírok. Tehát amit beletolnak a kakaós csigákba, a különböző péksüteményekbe, kalácsokba, egyebekbe, ott bizony előfordultak és előfordulnak, de most már az ellenőrző hatóság is komolyan veszi, az összes zsír mennyiség maximum 2%-a lehet transzsírból származó zsíradék, az összes energiabevitel 1%-ába maximálták, magyarul hát elég minimális az a mennyiség. Ez hát ez jó. Van tüntetve a csomagoláson, hogy nem kötelező. Nem kötelező. Honnan tudom? Ha van esze szerintem egy cégnek, egy gyártónak, akkor ezt ráírja, mert a fogyasztó egyre inkább keresni fogja. Vannak olyan üzenetek, információk, amiket szerintem érdemes akkor is ráírni, hogyha nem teszik kötelező. Most az allergéneket látom, most már ugye ez kötelező lett. Az kötelező lett, abszolút. Vettem egy túrolulit a gyereknek, látta, ilyen allergén vettem egy joghurtot, olyan allergén, nem tudom mit vettem, és mindenhol ott volt, hol kézzel, hol egy ilyen a bolt által gyártott ilyen pecsétel, hogy ne büntessék meg őket, de látom most már. Igen, mert ugye népbetegségé váltak az allergiák. Most az a kérdés, hogy a transzsírra ugye mennyit kellett várni, erre is kellett 15-20 évet várni. Legalább 1000-1500 ember halálát okozhatja egyes becslések szerint Magyarországon évente? Okozhatta. Igen, évente a transzsír kérdés. Az nem kevés. A gyerekek nagyon veszélyeztetettek. Pogácsát esznek, ilyen süteményeket esznek, reggelike. Csokoládé, kakaó. Reggelre vesznek ugye neki kalácsot. Olajos zsíros termékek. Aha. Igen, tehát mondjuk egy sima kenyérben, zsömlében igazából nem jellemző, de mondjuk egy olajjal, még egy pogácsában, olajjal, zsírral, zsíradékkal készülő termékben, és azért rengeteg péksütemény van már a forgalomban, látványpékségek termékeiben, fagyasztott pékárukban, ugye elég sok helyre fagyasztva érkezik, és ott helyben sütik, ki is írják, hogy helyben sütött. Sok ilyen pékség van, igen. Fagyasztva ahol érkezett. Így van, ezekben. Na most innentől kezdve, hogy ez a törvény ugye élesedik, és a türelmi időnek vége, most már mindenre figyelni kell. Vizsgálják, tehát bármilyen pékségből, látványpékségből, vagy sült krumplit áruló helyről vehetnek mintát, bemérik, és ezeknek meg kell felelni. Igen, ezt akartam kérdezni, én igazából nem akarok kötözködni, de ha a gyártónak nem kell ráírnia a transzsír százalékot, akkor hogy fogják lefülelni, hogy ebbe van transzsír, de akkor már elárultad, hogy szúrópróbaszerűen mérnek. Ha a technológiailag kicsit visszaugrunk, mire kell a transzsír? Mert gondolom azért van általában benne. Általában képződik. Kakaós csigát tudsz csinálni transzsírosan, meg transzsír nélkül. Azt mondják, jobban tárolható, kevésbé avasodik. Aha. Effektíve én úgy tudom, hogy transzsírt kifejezetten nem adnak hozzá az élelmiszerhez, hanem az képződik a gyártás során, mint nem várt termék. Még nézzük meg konkrétan, eszik a gyerek minden nap egy kakaós csigát. Van, aki azt vesz a gyereknek, vagy adok neki pénzt, és megveszi magának a 10 eurót. Megeszik mondjuk, nem tudom, naponta egy ilyen ipari almáspitét, nem otthon sült, eszik egy kakaós csigát, az hány éven belül okozhat valamit, és mit okoz, meg mennyi ideig kell lennie a gyereknek. Hogy csak érezzük az arányokat, hogyha valaki mondjuk hetente kétszer ad kakaós csigát, a gyereknek már veszélyezteti, vagy minden nap kell lenni hosszú éveken keresztül, hogy mondjuk a gyereknek akkor szorrójén rendellenessége legyen. Szerintem az veszélyezteti, ha minden nap eszik. Tekintettel arra, és ez fontos hozzátennem, hogy a törvény kitér arra a passzusra, hogy a tehén tejből származó transzsír nem számít bele a szabályozásba, azt nem számoljuk bele. Innentől kezdve a helyzet picit érdekessé válik, mert valaki mondjuk sajtos szendvicset eszik, meg tejszínes dolgokat, ugye a szarvasmarhák szervezetében, bendőjében képződik transzsír az emésztés, a kérődzés során, stb. Ezt nem kell bele számolni, tehát ha valami tejtermékkel, sajttal szólt pogácsáról beszélünk, akkor ott külön választja a szakember, hogy a sajtból származó transzsír, tehát ha több is van benne, akkor sem veszük figyelembe. De azért nem, mert az jó transzsír? Nem. 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 Tehát nem csak egész egyszerűen nem tudjuk összeszámolni. Hát megint kibújt egyik másik iparág a szabályozás, arról mondom ezt egy kicsit ironikusan. Aha. Visszatérve a Balázs kérdésére, igen, rendszeresen fogyasztott ilyen szintű, úgy mondjuk, hogy finom pékárok, kakaós csiga, túrós, bukta, lekváros, egyéb, ezek hosszú távon veszélyeztetik. Gyermekkorban nyilván a koszorúér megbetegedések és a rákbetegségek esélye sokkal kisebb, de ezekről jó leszokni. Meg a hajlamot lehet, hogy növeli, ugye? Igen. Tehát a gyerekkorban elkezded enni, még nem lesz 8 évesen koszorúér beteg a gyereked, de majd később veszélyeztetett lesz. Ott van ugye a dió, a lenmag, az olívaolaj, korábban beszéltünk a kókuszzsír kérdésről, hogy a között is van ugye a különbség, hogy milyen kókuszzsírt veszünk, ezekre nem jellemző. Ha sütünk olajban például, akkor képződik transzsír, hogyha grillezünk, hogyha roston sütünk valamilyen zsírosabb húsfélét,
kolbász fedekben. Egy gyönyörű mangalica oldalas. Én ezt nem mertem mondani. Most nem, miért nem? Főleg, ha lesütjük roston. Félsz, hogy pokora kerülsz. Mi azt kimondod, hogy mangalica oldalas? Igen, már este rosszat fogsz álmodni. Igen. Itt azért képződnek transzsírok, tehát nem csak mondjuk kakaós csigában keresnek most már transzsírt, hanem mondjuk bemennek egy vendéglőbe, egy gyors étterembe, és ott kérnek egy ételt, és abban megvizsgáljuk. Pont a múltkor olvastam a kakaós csigáról valami olyan rémületes cikket, hogy evett a gyerek egyet, a Viki vettek, és kiül, hazamentem, és mint Szándokár, amikor a tigris alatt kiütöttem a kezéből. És ugrottam oda a gyerekhez, hogy ne, gyere, Viki, nem értettem. Erről már egyszer tudom, hogy beszéltünk, csak nem emlékszem pontosan, hogy a kakaós csiga valahogy úgy készül, hogy én nem tudom, vagy karamellizálják, vagy a kakaó, vagy az a fekete rész rajta, fél leírták egy oldalon keresztül. Marhavérsztori. Én elolvastam, és letettem a cikket, és hazaszaladtam, mert tudtam, hogy a gyerek fél keckó kakaós csigát vízén reggelizik, hogy ezek a szörnyű dolgok vannak benne. Ártatlanul leírták a különböző péksüteményeket, hát elolvastam, nem soha többet. A gyerek fényt fog enni reggel. Az kap egy dresszinget, magában a dresszingben van zsíradék. Egyébként hihetetlenek tűnik, de a kakaós csigában közel 40% zsíradék van. Pedig egy száraz árunak tűnik. Tehát bele lehet rejteni azt a zsíradékot, ami aztán megszilárdul, és nem érzed a zsíros olajos terméknek. De valóban, ahol valamilyen dressinget kap, amik egy pizzás csiga, egy kakaós csiga, egy csokoládés csiga, ezeknél már a transzsír kérdés abszolút előkerül. Ott tartottál, hogy sütünk otthon olajban, akkor? Ugye a túlhevített olajban sokkal több transzsír képződik, tehát nyílt lángomaló sütésre gondolok, tehát inkább sütőben készítjük. Aha. A fasírtokat. Nem, tehát én már nem sütök igazából nyílt lángon. Hát most mégis... az a fasírt, az a zabfasírt, amit te csinálsz, abban milyen transzsír képződik? Ez abban nem sok. Abban ahhoz be se kell kapcsolni a sütőt. Csak akartam mondani, hogy de ha nyílt lángon, veled vagyok. Csak... Ha nyílt lángon sütném, akkor képződne ugye az olajban. Nem, most egy jó rántotúsat csináltok, komolyan mondom. Berakom a kis teflomba, felmegítem az olajat, és egy jó rántotús, már azt is sütőbe süssem a húst. Hát Balázs, most már vannak olyan technológiák, hogy tudsz sütni húst olaj nélkül, tulajdonképpen vannak olyan edények, vannak olyan lehetőségek, olyan sütők, stb. Most már igazából a nyílt lángon való bőolajban sütés ideje lejáróban van, abszolút. Korszerű sütési technológiákkal. Láttam olyan húst megsülni éppen tegnap, ami olaj nélkül készült. De panírozva? Nem. Nem, ugye? Panírozáshoz, köszönöm, tesznek hozzá egy keveset, nem sokat. Tehát az, hogy bőolajban, vagy zsírban, nyílt lángon sütni, tehát ez már abszolút idejét múlt. Anyám, mikor berakta jó forró olajba jó kis bundás kenyeret, emlékszel? Ha, júj, egy csöpp tojás belecseppentett előtte, hogy forró-e már az olaj, na, belerakta. Ott múlik minden, ott kaptál talán zsírot. Tudod? De ez egy szép szárnyerek lettem. Ja, végig. Most még igen. De nem volt ennyi, vagy ott több volt? Tehát mi még többet ettünk? Hát, hogyha példánál maradunk, hogyha valaki mondjuk a tojáshoz sült olajat, zsíradékot, telített zsírokat, tehát mondjuk libazsírt fogyaszt, akkor a tojásban lévő koleszterin sokkal jobban fogja növelni valószínűleg a koleszterin szintünket, mint ha valaki a tojáshoz teljes örlésű pirítóst fogyaszt hagymafélékkel. Hát mondjuk ez elég logikusnak tűnik, hogy a libazsír a tojással együtt több. Igen, de ezt azért fontos tisztázni, mert ugye aki mondjuk hemendexet készít, vagy kolbászos szalonnás tojásrántottát, gondolom, hogy nálatok felé nem úgy készül. Nikondával van. Igen, tehát ott ugye a telített zsírok és a koleszterin együtt dolgozik. De a lágy tojás, kemény tojás, hogyha valamilyen paradicsommal, vitaminnal és teljes örlésűvel fogyasztjuk, egészen más hatású a szervezete, pedig mind a kettőnél van tojás, és ez a paradoxon, a koleszterin paradoxon, hogy a tojás, ha mondjuk kolbásszal, szalonnával eszed, akkor emelheti, ha nélkül, akkor nem. Aha. Nem mindig, vagy csak úgy koleszterines, hogy. És sokan csodálkoznak, hogy hogy lehet az, hogy megeszek két tojást, és semmilyen hatása nincs a koleszterin szintemre, ez genetika, vagy mi lehet. Valószínű, hogy mivel fogyasztjuk ezt együtt, milyen telített zsírokkal fogyasztjuk ezt együtt. A fehér kenyér segít a tojással? Nem. Friss fehér kenyér agyon vágja. Egyébként a fánkok is sok talán zsírt tartalmaznak. Palacsinta fánk. Milyen undorral tudod mondani, ezt úgy szeretem. Hallottad? Palacsinta. És te meg mire gondolsz? És látom közben a Gábort, és tényleg ott van az undor az arcán, tudod, még hazamegyek, úristen, jó, sárga barack lekvárral, tudod, azért egy ilyen anyám által. Szalagos fánk. Megszorva a porcukorral. Konkrétan hallottad a hangodat, Gábor, hogy egy kicsit palacsinta, tudod, amikor én azt mondom, hogy madár, te Jézus, dióval, tudod, amikor ilyen volt a hangod. Mikor ettél utoljára palacsintát? 8 évesen? Hát, nagyon sok hónappal ezelőtt, szerintem talán nyáron. Egyszer egyébként időnként készítünk. A kölesből, ugye? Vagy? Zappehely-liszttel egy kevés kölesliszt is volt benne, igen. Durumliszttel készítettük, kis almával. És kitetted a napra, az volt a sütés, hogy egy kicsit így összeálljon. Mi volt a töltelék?
karob krém volt a töltelék. Na, elnézte a magam is csak azt használom. Tudod, hogy a legnagyobb pártfogod vagyok ebben a műsorban, hogy mi megyünk együtt az egészségügyet, a karob töltelékes, a szappalacsinta. Jövő hétre olyan karob szószt hozok nektek, hogy... Hogy letesszük a hajunkat. Igen. Betérdelünk. Nagyon komoly lesz. Jó lesz? Tényleg. Picit, nem is, bánt is, hogy ma üres kézzel érkeztél. Tehát én csütörtök reggel már nem eszem semmit, mert tudom, hogy jön a Gábor. Picit ezt így elhanyagoltál minket ma reggel. Igen, jó, tehát akkor igazából veszélyben nem vagyunk, mert hatóságilag leviszik, ez a lényeg, nem? Tehát figyeljünk oda, hogy mit reggelizik a gyerek, lehetőleg kevés ilyen, nem tudom, pékek által előállított ehhez hasonló terméket, de szabályozzák, tehát nem vagyunk már olyan nagy veszélyben, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Olyan pékárut fogyasszunk, aminek alacsony a zsírtartalma, a zsíradéktartalma, tehát magyarul ha lehet, akkor teljes őrlésű vagy magasabb kiőrlésű fokú lisztet tartalmazó kenyereket, kifliket, zsömléket, korpás zsömlét, de igazából ha finom pékáru, látványpékség, pizza, mélyhűtött pizzalapok, itt belép a zsíradék és a transzsír kérdés is. Figyelj, ez a teljes kiőrlés is, hát ez egy újabb fejezet lenne, de hogy pont megint olvastam egy cikket, ami azt mondja, hogy nem jó a teljes kiőrlésű. És azért nem jó, mert hogy ott ugye hát a héját, a különböző gabonatermékeknek is felhasználják, beledarálják, és abban vannak bizonyos gombafajták, amiket ugye, ha meghámoznak és nem teljes kérdésű, nem kerül bele a péksüteménybe. Viszont vannak gombafajták, amik a teljes kérdés által belekerül. De tudtam, hogy jó úton járunk. Nem hiszed el? És leírták, hogy milyen elváltozásokat okoz a bélflórában, hogy ez miért nem jó gyereknek, és hogy vegyítsük a teljes kérdésűt, a nem teljes kérdésű, és tényleg a hajadéknek áll, hogy most már tényleg most mit igen és mit nem. Ezért jó az zap. Látjátok. Miért az abnak nincs gombája? Az abot nem fenyegeti annyira a fuzárium. Na, fuzárium, igen, ezt írták. Ez például a búza, ugye? Igen. Teljes kiőrlési... A búza kérdés az érdekes, ellentmondásos kérdés. Valóban a fuzáriumra figyelni kell. Én úgy tudom, hogy a búzát koptatják. A koptatás során a felületi penészek, piszok, homok egyéb lejön. A magyar gabona átvétel elég szigorú, tehát 100 szemből egy... Ja, több nem lehet fuzárium. Nem lennék annak a helyébe, aki számolja. Azért az is egy kemény. Azért egy 40 tonnát nézem már. Hagyjál, hol tartottam. Marika, gyere, már ígyunk egy kávét a rohadt életben. Azért az kemény. Szóval de akkor igen, nem veszélyes. Tehát igazából annyira, mennyire felfújják. Mindig vannak olyan lobbik, amelyek felszólalnak a teljes őrlésű ellen, hogy az nehéz fémszennyezet, hogy az fuzáriumszennyezet, de higgyétek el, sokkal több bajt okoz a fehér liszt, ami a székregedésen keresztül, a triglicerid, a koleszterin, az egyéb kérdéseken keresztül az egész testre kihat, sokkal több problémát okoz, mint a teljes őrlésű. Egyébként én sem fogyasztok minden nap teljes őrlésű kenyeret, hanem ezért beszélünk annyit a rozsról, a búzáról, a zabról, az árpáról, a kölesről, mert alternatív gabonákat is beiktatunk, amelyeket ilyen veszély általában nem fenyeget. Tehát rozskenyérrel előrébb vagyok. Jó, jövő hét rátküldenék neked egy cikket, Gábor, ezt is olvastam. Nem azért mondom el egy mondatban négyszer, hogy olvastam, hogy ennyire intelligensnek tűnjek, hanem letettem a hajamat, hogy egy Morning Show szófordulata léjek, ami leírja, hogy miért nem jó zöldség és gyümölcs leveket otthon fogyasztani, mert hogy egyébként mit okoznak a bélbaktériumban, miért okoznak székrekedést, milyen cukrokat tartalmaznak, mit von ki a szervezetből, milyen emésztési gondjai lesznek, és egyébként nem tanácsos otthon minden nap friss zöldség és gyümölcs levet fogyasztani. Nem ez lehet, ez hogy érdekes. Ezt abba hagyod, hogy olvasgatsz, mert mi, a családod úgy fog fölnőni, hogy fényevők lesznek, de mindjárt. Most már mindent letettél. Kifacsarod a gyümölcslevet, kiveszed belőle a rostot, mert csak a levet teszed bele, a rost hiány miatt székrekedés lesz, a tápanyagot vesztett gyümölcslevek gyakran veszélyeztetik az immunrendszert, a narancs és a citrom savtartalmáról írtak, hogy szétmarja a beledet. Egy egészen hosszú cikk volt egyébként, hogy túl sok cukor hozzáadott, rengeteg minden, milyen fog problémákat okoz. Tök jó hangzik. És ültem, és azt mondom, hogy akkor mit? Van benne, vagy lehet benne. Megvizsgáljuk. Igen, igen. Lehet benne igazság, beszélünk róla, de nehogy kijöntsük a fürdővízzel a gyereket. Új, micsoda bölcsesség, gyerekek! Hát a kutyafádat, igen. Óriás. Figyelj csak, még egy mondat. Ha már eddig ettem a transzsírokat, és felhalmozódott ebben a gyönyörű testben, ami nekem van. Van módszer, én jó vagyok itt, csak kérdezem, hát ha van érdeklődő, amivel kiűzöd magadból a transzsírt. Tehát az fölhalmozódott, én úgy tudom, hogy ez marad. Nem, hogy ez nem raktározódik, ez amikor kering, akkor okoz bajt a keringésben, aztán az eltávozik, leépül, eltávozik. Aha. Tehát úgy nincsenek ilyen transzsírraktáraink, azt gondolom. De majd javasolok egy olyan étrendet, amivel általában a plakkokat el tudod távolítani. A plakkokat. Vagy akár mindannyi. A plakkokat. Úgy, mert lehet, hogy a plakjaim kimennek. Jó. Na, jó, akkor átküldöm ezt a cikket neked, jó? Jó, Szárom Balázs, köszönöm. Ezt olvasd el. Mit reggeliztél?
Hát én most egy kicsit ilyen influenza vírus űző diétát folytatok. Influenza űző diéta, nagyon kíváncsi vagyok. Igen. Fokhagymás tökmakrémet készítettem, ez most nem édes. És végre egy sós, abból hozhattál volna. Igen, fogok hozni akkor ebből is. Fokhagymás tökmakrém pirítóssal, teljes őrlésű okos kenyérrel pirítóssal, ezt házilag készítettük szintén a magörleményekből, és póréhagymával fogyasztottam, és kápia paprikával. Figyelj, ez végül is majdnem azt mondom, ha nem lett volna ez az okos kenyér, egy egész normál jó reggeli. Igen, igen. A kápia paprikánál én elmormoltam egy halkimán, hogy miért nem a hagyományos tévépaprikát eszed, de jobb a kápia, tudod, az a pirosa. Hát tízszer jobb, mint egy zöld paprika. Tízszer jobb. Persze, akkor. Mert a színanyagok miatt. Aha, tehát a piros az jó nekünk. És akkor itt mondanám is, hogy a kolbász például piros. Mehetünk tovább. Hát a piros paprika miatt, amit én is használom. Egy jó gabon a kolbász, semmi? Nem ettél, ha már nem édesett reggeliztél? Nem, most igazából a tökmag és a fokhagyma hatását próbálom modellezni magamon, hogy mennyire hat, mert ugye a foszfor és az allicin együtt hat a szervezetben. A lényeg, hogy a tökmag erősíti a szervezetet, jó az agynak, az idegrendszernek, véd, és mellé ez a kis fokhagyma, kis póréhagyma, egyebek, ez így hasznos. Fogok ezekből mind hozni, csak most nem volt lehetőségem, időm külön készülni, ezért elnézést kérek, de fogok minden ilyesmiből hozni. Karobkrémmel kezdjük jövő héten, vagy tökmag? Gábor, hozzá mindent, elfogy, tudod azért. Édeset és sós. Fényfénye, amit van, tudod. Nagyon várunk. Jó van. Rendben. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.